1988-ban jelent meg a Seven Son of the Seven Son. Most ugye ott ezzel lehet vitázni, hogy az Iron Maidennek még filmje van-e vagy sem. Viszont én úgy gondoltam most minden viccet félretéve, hogy igenis a metal zene üzenete, ez egy konkrét üzenet. Mi is, és tegyük azt, hogy politikai párt, szövetség, szervezet, nevezzük akármire, egy konkrét üzenetet akartunk 2013-ben. És ez egy külön köszönet illeti azokat, akik lehet, hogy az én videó hatására is mégiscsak összekapták magukat és elmentek szavazni, de úgy egyáltalán nem tartom annyira elhúzásnak a metal és a politika közötti párhuzamot, sőt, jobban szeretném a tangenciális lenne, hogy sokszor a metal sokkal szókimondó, mint a politika, és olyan politizálása. Kettőt szerintem jól össze kell kötni, és igenis szerintem helyen van a kettőnek együtt. Erdély magyar képviseletről beszélünk 2016-ban. Meggyőződésem az, hogy igenis, hogy kicsit őszintebben beszélnek az emberekhez, az a ma esti irányulatban látszik is. Úgy néz ki, sikerült, természetesen az elkövetkező a média kötelez arra, hogy továbbra is ilyen metálba nyomjuk. Nagyon remélem, hogy összefogjuk. Köszönöm szépen!